A komfortzónán túl címmel tartottak előadást a Matthias Corvinus kollégiumban. Bányai Sándor rendhagyó foglalkozása nem csupán előadás, bemutató, hanem az élménypedagógiai módszerének saját élményű kipróbálása is. A mi szóhasználatunkban az élményszerű, élményen keresztül, tapasztalaton keresztül ható nevelést jelenti. Az egyik tananyag tanórai felhasználás, a másik tanórán kívüli a gyerekek mindennapi életében való fejlesztést jelent, szociális képességek, szociális kompetenciák fejlesztését jelenti ez a fajta élménypedagógia, amit a Kalandok és Álmok szakmai műhely képvisel. A workshop hétköznapi, olcsón beszerezhető, fantáziadús és szellemes eszközökkel mutatja be a felhasználás lehetőségeit a jégtörőjátékoktól a névtanulásig, a páros kommunikációs szituációktól a bizalomjátékokig és a kreatív probléma megoldásig. Ebben a játékos formátumban a kalapnak is fontos szerep jut. Kalap nélkül, mint egy felkért előadó, akinek az a dolga, hogy az élménypedagógiát bemutassa, hogy az élménypedagógiáról beszéljen, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre választ adjon. Kalapban pedig, mint egy facilitátor, egy élménypedagógiai foglalkozás vezetője vagyok jelen, akinek az a dolga, hogy a résztvevők megéljék és megtapasztalják, hogy mi ez az élménypedagógia. Ez a személyes élmény nyújthat motivációt a módszer gyerekek közötti kipróbálásához is, hiszen az életben szükséges komplex cselekvőképesség csak az életszerű helyzetekben történő tényleges cselekvés során fejlődhet.